Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürkezon a Podcast a mikrofonnál. Rezső, valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon nem egyébről lesz szó, mint az HBO Go, ami már is HBO Max-nak az adatvédelmi anyagairól. Nem kerül el az HBO kedves azt, hogy sorra kerüljön, vagy a gorcsövünk alá kerüljön, mert hogy hát ő is egy streaming szolgáltató, úgy valahogy úgy, úgy, kínálja magát, vagy így, így, követeli magát, hogy így, hogy így szedjük szét a mi kis ránk kifejezetten jellemző sznobizmusunkkal, és hát ha már a Netflix is sorra került, akkor miért ne kerülne sorra az HBO Max, amit én egyébként utálok, tehát hogy én annyira megutáltam az HBO Maxot, ki is fogom fejteni mindjárt, hogy miért, nem is vagyok előfizető, és szerintem nem is leszek de mielőtt kifejteném, megkérdeznek, Dániel, hogy mit gondolsz erről a témáról? Hát kérlek szépen, én azt gondolom, hogy én egy VIP tag vagyok, ugyanis a mi kis internet, tévé, meg telefon csomagunk részeként megkaptuk a, az HBO maxot is, úgyhogy gyakorlatilag én plusz pénzt nem fizetek ezért, és hát ezért is vagyok gyakorlatilag előfizetve. Ebből a szempontból úgy van, úgy közte van a streaming szolgáltatók között, de őszintén szólva én, én nem utálom, de, de tényleg nem igazán szokott rendszeresen tartalom lenni rajta, amit így, így nézegetek, hát néha, mit tudom én, hogyha egy-egy DC filmet idepakolnak föl, vagy valami, amiről úgy lemaradtam, meg azt hiszem, hogy talán a Rick and Morty van, így a Magyarországon a streaming szolgáltatók közül az HBO vetíti De hát ezt leszámítva, tényleg, hogyha egy-egy témához van valami dokumentumfilm, amire te hívod fel a figyelmemet, akkor talán még azt található meg, Hát, ahogy ezt már korábban is kifejtettem, én nem vagyok túl nagy rajongója ezeknek a különböző streaming szolgáltatásoknak, és úgy érzem, hogy itt is. A Netflixnél már nagyon-nagyon-nagyon kezd kinyújtva lenni ez az egész téma, és már tényleg a saját produkcióik tényleg kritikán aluliek és hát most például volt itt a Johnny Depp lányával, már nem is tudom, hogy, hogy hívják szegényt, volt valami Idol nevű sorozat, ami még be se fejeződött az első évad, de már megszüntették, tehát ez is nagyon jól sikerült, úgyhogy azért ez is elárul valamit az HBO-ról magáról is. De hát igen, valóban lássuk is, hogy mit tud felmutatni az adatvédelem szempontjából, mert hát azért ugye a Netflixnél rájöttünk, hogy ott tényleg ki van emelve a, a profilalkotás, meg mi egyéb, és hát ott nyilván egy tök alapvető dologként tekintettünk arra, hogy rólunk profilt alkotna, de hát lássuk, hogy a, az HBO hogyan kezeli a mi kis adatainkat, meg a profilunkat. Én a műsorban már emlegettem azt, hogy az HBO-nál gyakorlatilag az, a, az lehet az üzletpolitika, hogy nem ám az, hogy jó tartalmakat gyártunk, hanem mindig egy nagyon jó tartalmat gyártunk. És amikor annak vége lesz, akkor gyorsan, mondjuk egy hónapon belül, még mielőtt eszébe jutna a felhasználónak, hogy egyébként nem kell HBO felhasználónak lennem, vagy HBO előfizetőnek, gyorsan kiadunk még egy jó sorozatot, hogy addig is ott tartsuk őket. És ugye ez volt gyakorlatilag egy ilyen, ne, lehet, hogy nem vagyok e tekintetben pontos, de egy ilyen egy ilyen láncolatot tudna leírni a, a, azok a HBO sorozatoknak a, az egyes darabjai, amikre azt tudnánk mondani, hogy hát így aránylag jók, hogy amikor vége lett a trónok harcának, akkor jött a Csernobil, akkor vége lett a Csernobilnak, és már ott volna fel, hogy mi az Istenén van nekem HBO előfizetésem, akkor gyorsan jött a Watchmen, és mindig, és akkor vacs mennek vége lett, akkor, meg, akkor jöttek megint a tudhattad volna, vagy mi volt az a Nicole kidman az a film, vagy a sorozat. Tehát, hogy ilyenek, amik egy csomóról te se hallottál, de hozzánk meg eljutott, Jelenleg ugye a The Last of Us volt ez a kategória, ami, ami egy olyan tartalom volt, hogy így, hogy így na hát ezért, ezért, nem éri meg lemondani az HBO Maxodat, most már ugye Max, de közben meg az összes többi tartalom az olyan, hogy hát jó, a karácsonyi szezonban jó azért Harry Pottereket nézegetni, azért jó, hogy azok fel vannak, de, de egyébként meg érdektelen, mert láttad már, meg úgy éppenséggel nem olyan hangulatod van, tehát szerintem az HBO az, az utóbbi mondjuk öt évben Egészen biztos, hogy rosszabbul teljesít, mint a versenytársai, már csak ebből a szempontból is. De ez csak az én véleményem, és azért rágtam be nagyon az HBO-ra, mert amikor átmaxolódtak, tehát amikor góból max lettek, akkor abból annak lett egy ilyen elég nagy média csattanója, hogy hát azért most aztán tényleg oké, okay, megváltoznak a dolgok, de ez egy másfajta modell lesz, meg egy másfajta applikációtípus, úgyhogy jobb is lesz, ügyesebb is lesz, frankóbb is lesz, úgyhogy gyertek, gyertek a maxra, nehogy lemondjátok az erőfizetéseteket. És akkor ha jól vettem ki, akkor Magyarországon ennek az ilyen média mutatványa, ezt, ezt az át változást, vagy ezt az átlényegülést, ezt elkísérte a média mutatványként ez a Besúgó című sorozat. És amit, amit én megnéztem, tök jónak tartottam, az első egyetememnek a, a, a helyszínén forgatták, amit azóta lebontottak, úgyhogy még csak vissza se lehet menni megnézni, de az államigazgatási főiskolára jártam, amikor Corvinus volt, és tök jól viszont láttam ezeket a helyszíneket, meg tényleg nagyon buli volt ezt megnézni. És azt is mondom, hogy a besúgó szerintem jó volt. De nekem azzal a modellel van hatalmas problémám, hogy nem hogy kiplakátoljuk az országot, hogy uramisten, besugó már elérhető gyere is Biomaxra, Premiere-rel egyidejűleg lehoznak olyan cikkeket, amik ilyen ótvaros címválasztással vannak megalkotva, és a tartalmából is csak az sül ki, hogy ez gyakorlatilag megrendelte az HBO, például az Indextől, azt, hogy betelefonált az HBO-hoz, most 61 országban ismerik, meg élete első sorozatát. Tudjátok, tehát ez az ilyen jó, ilyen behergelő, ilyen undorító címválasztás, hogy hát némely embernek semmi egyébre nincs szüksége, mint hogy felemelje a telefont, és betárcsa az az HBO telefonszámát, kettőt pislog, és már 61 országban ismerik meg az élete első sorozatát. És akkor természetesen a, az íróval, akitől én nem akarom eltagadni azt a munkát, amit beletett ebbe a sorozatba, de, de meg annyi ilyen kis, nagyon kis mosolygós, ilyen, ilyen halászbástya mellett támasz, fal, falnak támaszkodó, hunyorogva szemlélő, pad, padon támaszkodva ülő mosolygó képecske van és hát természetesen mi mást kellene olvasnunk, mint egy, egy, egy interjút arról, hogy hogy jutott el idáig. Értitek, ezen a ponton ennek a csávónak még nem volt sorozata, most érkezett éppen a sorozata, mi mást akarna az összes hírportál, mint a, az ő sorozatának a premierjével egyidejűleg lehozni egy-egy ilyen, ilyen címekkel megfogalmazott cikket, hogy más nem mondjak, az sem mellékes, hogy miközben ment a sorozat, és már úgy a vége felé közeledett, közeledett még egy cikket lehoztak, amiből megint csak sütött, hogy, az, hogy a, az HBO Max megrendelte, vagy az HBO Magyarország megrendelte, hogy, hogy pörögjön a a médiában az, hogy hát van ez a besúgó, és hogy ezt nézni kell, mert hogy ez nagyon-nagyon jó. És amikor már ez az egész lement, és az HBO elköltötte az összes rohadt pénzét, amit tudott arra, hogy pörgesse a, besúgót, egyszer csak bejelentették, hogy ha egyébként leveszik, be se jelentették basszus egyik éjszakáról a másikra, levették a besúgót a kínálatról, és valahogy megmagyarázták, hogy hát most elég sok tartalmat levettünk, meg úgy a saját gyártású tartalmakat is beszüntetjük. És én erre annyira berágtam az Ésbió isbió esetén, hogy én el sem tudom mondani. Úgyhogy itt töröltem is a francba az elő, előfizetésemet, és nem is leszek isbió előfizeté. Igen, ez egy elég szomorú pillanat volt, amikor így a saját gyártású cuccokat levették, és hát ez valóban tényleg így nem is érti az ember, hogy mi volt ennek a lényege, és ez miért volt jó. És meg hát többek között, tehát most gyakorlatilag te fizettél valamiért, és, és azt elvették tőled. Még mielőtt lett volna akár alkalmat megismerni, úgyhogy ja, ez, ez nem volt egy jó lépés. De hát ja, hát nem érthetjük mi ezt, hogy a nagy öltönyösök miért hoznak meg milyen döntéseket. Ide sajnos nem láthatunk be. Na de hogy rámenjünk az adatvédelmi problémákra, hát már a regisztrációnál is felmerülnek némi aggályok, mert oké, okay, nem kérel sok adatot az HBO, utónév, vezetéknév, e-mail cím, illetve jelszó, de a Create Account funkciónál, tehát a Fiók létrehozása funkcionál: ott van egy szöveg, hogy a fiók létrehozása gombra kattintva ön megerősíti, hogy betöltötte a 18. életévét, elfogadja a felhasználási feltételeket, és elismeri, hogy olvasta az adatvédelmi szabályzatot. Na, ez csak ugye akkor ö, tudna jogszerű lenni, hogyha nem hozzájárulás alapján valósulna meg az adatkezelés. Mert hiszen az elszámolthatóság elve azért mégiscsak megköveteli az adatkezelőtől, hogy valamilyen módon legyen képes igazolni azt, hogy ő bizony elolvastatta az érintettel az adatvédelmi szabályzatot, vagy ahogy én szoktam hívni, adatkezelési tájékoztatót. De itt van a, a kis gombocska alatt, hogy hozzájárlása visszavonásához, beleértve az ön által korábban megadott hozzájárlásokat is, valami további információért a jogairól és azok gyakorlásnak mondja, mondja hogy tegintse meg az adatvédelmi szabályzatot. Hozzájárlás visszavonásáról? Ez nem egy hozzájárlás félreértés ne essék. Mindjárt belássuk munkat az adatvédelmi tájékoztatóba, de hogyha ebből a fogalmi zavarból az következik, hogy én ezzel, hogy, hogy a klikkenéssel elismerem, hogy elolvasom az adatvédelmi szabályzatot, az én hozzájárulásom következik, akkor ez egy hatalmas probléma. Na most én itt rámmentem erre az adatvédelmi tájékoztatóra, ami elég hosszú, és rákerestem hozzájárlás kifejezésre, és rengetegszer találtam, tehát 27 alkalommal fordul, fordul elő a hozzájárulás, de egyszer sem érthetők szövegkörnyezetben, és érthető alatt azt értem, hogy abszolút nem szervesül a szöveg a dokumentumhoz, abszolút, abszolút egy merő, egybefolyt szöveg, totál nem tudom kivenni, tehát hogyha csak arra vagyok itt most kíváncsi, hogy milyen jogalap mentén valósul meg az adatkezelés, nem kapom meg a választ összeöntik a szöveget egy-egy fejezetek alatt. Nem értem, hogy nekem hogy kellene ezt kiderítenem, most rákeresek arra, hogy fiók felsorolják az információkat, amiket tő rólam gyűjtenek a regisztrációmmal összefüggésben, mint hogyha szükség lenne erre. Elvégre én adtam meg ezeket az adatokat. Ja, az, hogy a amikor ön regisztrál vagy feliratkozik nálunk valamelyik ajánlatunkra, például né felhasználó név, e-mail, e kapcsolattartási adatok, születési dátum vagy életkor, jó, ez mellékes, de mondjuk az életkoromat egyáltalán nem kérték el, de azt nyilatkoznom kellett, hogy elmúltam 18 éves. És nem, egyszerűen nem, nem kapok információt. Itt görgetek, már a felénél tartok, és azt keresem, hogy, hogy hol, hol, miből derül ki, hogy mi a jogalapja az egyes adatkezeléseknek, és nem, nem bocsátják a rendelkezésemre ezt az információt. Egyébként én itt nézem, hogy ugye milyen információkat gyűjtenek rólunk, és hát ugye vannak ezek a tipikus regisztrációs fiók, meg hasonló információk, és ahogy tekergetek lejjebb, van egy ilyen, hogy kamera hozzáférés, nem emlékszem, hogy a Netflixnél lette volna ilyen, de ugye itt azt írják, hogy kamera hozzáférés ideértve azt, amikor egyes digitális szolgáltatások esetén engedélyt kérünk arra, hogy hozzáférjünk az eszköze kamerájához. Ha megadja az engedélyt, képeket vagy videókat tud készíteni az alkalmazáson belül azért, hogy elküldje ezeket nekünk, vagy hozzáférjen a kiterjesztett valóság, zárójel AR, bizonyos funkcióihoz. Ezek között lehetnek olyan funkciók, amelyek a kamera rendszerét veszik igénybe, hogy az AR hatások alkalmazása vagy más funkciók érdekében nyomon kövessék a szem mozgását és az arc más vonásait, vagy az önközvetlen környezetét. Ez annyira abszurd egy streaming szolgáltatónál, és az a helyzet, hogy nem igazán találkoztam még olyan felülettel vagy vagy problémával, ahol ugye kellett volna itt bármilyen szinten is a kamerát használni, pedig egyébként nekem a telefonomra le van töltve a, az HBO alkalmazás, hogyha ne adj isten, mondjuk BKV-zás közben akarok valamit megnézni. De hát ugye jó tudni azt is, hogy akkor a, lehet, hogy a Netflix is leírta ezt valahol, de jó tudni, hogy akkor az HBO az adott esetben még a kamerámhoz is hozzá tud férni. Hát ezt válaszra sem méltatnám, de azért elmondom, hogy tényleg brutál, hogy alapvetően egy olyan dologra voltak felkészülve, amiről még csak nem is hallottunk. Tehát, hogy ilyen, ilyen hogy, te hogy, hogy el kell, hogy küldjél tartalmakat az HBO-nak, gondolom valami játékban való részvételért, nevetséges, tehát hogy ezt egyetemért miért kellett rendezni, hogyha kilátásban sincsen, tehát hogy mi van itt náci Németország, hogy nem lehet megkérni a, a, a ez a, a, kamerás promóciós játék előtt egy hónappal a jogást, hogy létszik, alakíts már át az adatkezelési tájékoztatót, hogy akkor ezt az adatkezelést is tegyük bele, inkább beleírtuk, hogy amikor majd lesz ilyen versenyünk, vagy mi az Isten, akkor majd rendezve legyen az adatkezelési tájékoztatóban. Tehát ebből aztán tényleg basszus, én nem szoktam, tehát jó, ez a rovat arról szól, hogy én kiburlok a, 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 az epizód egy bizonyos pontjánál, amikor azon hüledezek, hogy mennyire félváról veszik ezeket a kötelezettségeket, de itt megint csak nem azt mondom, hogy, hogy az idegesít fel, hogy hát pedig én az értek, akkor miért nem tudnak ezzel foglalkozni, pedig ugye ez lenne a poén, hogy ASF sznobizmus itt az csesz fel nagyon, hogy ennyire hülyének néznek titeket, meg minket, meg mindenki mást. Hogy így összehordanak egy rohedli tök felesleges információt, és valaki otthon ezért megveregeti a saját vállát, hogy ma is nagyon jól dolgoztam, jól megértem az adatkezelési tájékoztatót. És itt görgetek, basszus, és ilyen egybe fogott ilyen információ csokrokat látok, hogy bizonyos esetekben milyen bizonyos jogalapok jöhetnek szóba. De hogy így például, ha csak arra kapnék egy rohadt választ, hogy a fiók regisztrációt, azt milyen jogalap mentén, a fiók regisztráció céljából milyen jogalap mentén használják fel az adataimat, de nem kapok átfogó felsorlást kapok a jogalapokról. La legjobb esetben. Igen, és még egy pillanat erejéig ezen a vonalon tovább haladva, az öneszkezőből származó technikai felhasználási információk ideértve az eszköz típusát, böngészőjét, egy egyedi eszköz azonosítóját, megcímét, operációs rendszerét, internetszolgáltatóját, mobileszköz azonosítóját, mobil hirdetés azonosítóját, a csatlakoztatott eszközök azonosítóját, ideértve a csatlakoztatott televízióit és IP címet, hálózati tulajdonságait, a televízió készülék és alkalmazás tulajdonságait és beállításait, valamint az eszköz vagy a böngészők egy egyéb tulajdonságait és beállításait. Hát köszönöm szépen, ez nagyon jól hangzik. Nagyon jó, basszus. Minden tudnak az eszközeinkről. Lehet, hogy mi is eszközök vagyunk az ő szemükben. És egyébként lejjebb tekerve még egy olyat is találtam, ami szerintem a Netflixnél nem volt, vagy legalábbis nem rémlik, az a HBO Max Kids profilok. Ez, ez, mindig érdekes, mert szerintem ezt már talán ki is emeltük, hogy azért a gyerekek adatait gyűjtögetni az megint egy másik eset. Nyilván itt valószínűleg az történik, ugye, hogy az HBO Max platform kizárólag felnőtteknek szól, és csak a 18. életüvüket betöltött felhasználók regisztrálhatnak a használatra ebben a szakaszban a platform, kifejezés jelentősen a felhasználó, Tehát, gondolom én, hogy gyerek számára a szülő felállíthat egy kid profilt, és ott is gyűjtenek adatokat, profilbeállítási információk, szülői felügyeletbeállítások. Hmm, nem tudom, hogy te vagy hirtelen kiszúrsz-e valamit itt a kids szekcióban, hogy mire használják az adatokat, termékek és szolgáltatások nyújtásához, kommunikáció technikai és használati információk. Hát, de szerintem pont ez a probléma, hogy nem szúrsz ki semmit, semmi olyasmit, ami téged megnyugtatna, vagy ami, ami téged így érdekelne is. Tehát, hogy igen, összehordanak egy rohedli technikai kifejezést, de pont annál a résznél, ahol fontos kéne, hogy legyen, hogy a gyerekeknek az adatait az miképpen, milyen módon és milyen biztonsági intézkedések foganatosításon mellett kezelik. Pont ennél a résznél egyébként tojva van a fejedre, meg a gyerekek fejére is, tehát hogy de tényleg, ebből mi következik ebből az egészből? Kipipáltak egy, egy kötelezettséget, hogy lett egy tájékoztatójuk, de hogy senki nem érti, az hódziher, tehát hogy, 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 én ezzel foglalkozom basszus, állandóan ebből élek meg, hogy, ez, hogy, hogy ezen a területen mozgok, és azt látom, hogyha egy ilyet elém rakna valaki, mondjuk az HBO elém rakna, hogy figyelj csak Rezső, nézd már meg, hogy ez így jó. Hát azt mondanám nekik, hogy ez így borzasztó, csinálok egy másikat. Estére meg lesz, és higgyétek el, rövidebb lesz, és jobb lesz. És fú, én most nem a, nem a Rezső terméket akartam eladni itt most, hanem, hanem felidegesített ez a dolog, hogy karib térségen belül érintetti jogokhoz fűződő kérelmek. Mi az Isten? Hogy kerültünk ide? Komolyan mondom, mindjárt hozzávágom a, monitort a falhoz, és vetetek velük egy újat, mert elvégre tudják az adatait, úgyhogy küldjenek el nekem majd egy újonnan vásárolt monitort, mindegy, ez szarpoén volt, de hát mindegy, most akkor ebbe csatornáztam bele az érzéseimet. Méltatlan, méltatlan a felhasználóhoz. Igen, mert ráadásul ezt azért volt fontos kiemelni, mert ugye amikor az oldala alján például rámegyünk a privacy policy-ra, akkor ott ugye rengeteg nyelven, nem csak angolul, hanem tényleg pf, orosz, magyar, Dán, mindenféle nyelven. Ezek itt, itt szerepelnek, ezek a dokumentumok. Nyilván ebben az esetben ugye itt valamit kiemel, hogy for users in Europe, tehát az európai felhasználóknak cross-border transfer, hát ez valami hülyeség, ilyen kérdez felek, vagy gyakran feltett kérdések. Tehát, hogy azért valamilyen szinten elvárna az ember, hogy talán testre szabott ezek az adatvédelmi szabályzatok vagy tájékoztatók, de valószínűleg, hogyha ilyen térségek szerepelnek a magyar nyelvűben, akkor ez nem valósult meg. Igen, ezt vagy fordítóval, tehát Google fordítóval lefordították, vagy lefordították valakivel, aztán vagy belekerült valami, vagy nem. De ha jól néztem, akkor a hatóságnak az elérhetőségével egyáltalán nem foglalkoznak. Tehát igazából a jog, jog, ö, orvoslat, a jogorvoslatnak a kérdéskörére nem terjed ki a tájékoztató, de ez a legkisebb baj, a legnagyobb baj az, hogy értelmezhetetlen, olvashatatlan feldolgozhatatlan tulajdonképpen. Ez a szokásos, megint csak hangsúlyozom, ugyanaz történik, mint az eddigi megvizsgált tájékoztatók 80%-ánál, hogy az a szándék állt mögötte valószínűleg, annyira hosszú szarságot írunk, hogy már csak azért se fogja senki se elolvasni, mert hát ennyire bonyolult szar jogi szöveg. Tehát minimális azoknak az embereknek a száma, akik ebbe tényszerűen és betű szerint bele akarnak majd állni. És ha ez volt a cél, akkor ez sikerült. Úgyhogy most ennyiben hagynánk a dolgot, az ASF-ükkel nem is foglalkoznánk, mert nincs miért, meg érdektelné váltunk ebben a kérdésben, de fejtsétek ki a véleményeteket a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportban erről, vagy bármely adatkezési tájékoztatóról. Várunk javaslatokat is, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Én voltam Rezső, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok!